Nézzük is akkor meg a növényi eredetű élelmiszereket. Gabonafélék. A gabonafélék látszárú nagy szénhidrát tartalmú keményítő, listes, szemtermési növények. A belőlük készített élelmiszerek alapélelmezési cikkek. Nem csak kenyérgabonaként jelentősek, hanem takarmánygabonaként is, de a sör, szesz, a textil, a papír és a vegyiparban is nélkülözhetetlenek. A különböző gabonaörleményekből készült élelmiszerek megkönnyítik a zsíros ételek emészthetőségét. Emészhetetlen balasztanyagaik elősérkentik az emésztés folyamatát. A gabonafélék feldolgozásuk utáni termékek gyűjtőneveként a cereáliák kifejezést használjuk, mely a ceres szóból származik. tehát feldolgozás utáni termékek gyűjtőneve, cereáliák, cereáliák, mely a ceres szóból származik. A gabonaszem szerkezete, héj, hey, Hétköznapi elnevezése korpa. Cellulózból áll és az ásványi sók közül a foszfor, káliumot, magnéziumot és káciumot tartalmazza. A vitaminok közül a B1 vitamin ásványi anyagokat, emészhetetlen rostanyagokat tartalmaz. Magbelső keményítőben, fehérjében gazdag. Ebből készül a liszt, csíra, a vitaminokban és ásványokban gazdag olajat sajtolnak belőle. Az emberiség energia szükségletének több mint a felét a gabonafélékből készült termékek adják. Energiaértékük a gabona szemek felépítő keményítőből származik, emellett tartalmaznak nem teljes értékű fehérjét, valamint a gabona szemek héja rostanyagot szolgáltat hazánkban legfontosabb a búza fogyasztása. Ezen belül is legértékesebb az acélos, azaz a magas, sikérfehérje tartalmú búza. A legacélosabb búza a durum búza. A legértejlettebb gluténtartalmú gabonafélék a búza, a tönköly, a rozs, az árpa és az ab. A gabonák eltérő élettani hatásukkal rendelkeznek. Összetételük, emészthetőségük is különbözik, elsősorban mint energiát szolgáltató élelmiszerek jelentősek. A gluténmentes gabonafélék közé tartozik a köles, a rizs, a kukorica, hajdina és az amaránt. A termékek csomagolásán kötelező feltüntetni a gluténmentes gabonából készült a termék. Jelölése egy körben áthúzott kalász. Főbb gabonafélék. A búza a legfontosabb kenyérgabonánk. Különböző malomipari termékeket készítenek belőle. A búza liszt a tésztafélék alapanyaga is. Jó a sütőképessége. Ez sikérképző fehérjének köszönhető. Olyan fehérjéket tartalmaz, amelyek biztosítják az, az a szerkezetű, könnyen emészhető kenyér előállítását. Ez a fehérje a sikér, mert gliadinból és gluteninből áll. A búzának két fajtája. Fajtáját érdemes előállítani. Külön is megemlíteni ugye per természetesen a durumbúzát és a tönkölybúzát is. Érdemes még ide említeni. A durumbúza leginkább a tésztagészítésénél nélkülözhetetlen. Tojás nélküli tészták gyártására alkalmas. Tehát a durumbúza tojás nélküli tészták gyártására alkalmas. Tojás érzékenyek, fogyókúrázók, koleszterinmentes diétát folytatók. A tönkölybúza igazi reformgabona a biotermesztésre is alkalmas. A rozs a búza mellett a legfontosabb kenyérkabona. Fehérjéi sikért nem képeznek, ezért csak tömör bélszerkezetű és nehezebben emészhető kenyérkészítésére alkalmas. A rozslisztet általában búzlisztel keverve dolgozzák fel a kenyérgyártás során. Az árpát hazánkban Elsősorban sör készítésére használják fel, annak ellenére, hogy a legnagyobb nyomelem tartalmú gabona. Hántolással sor árpagyöngy, árpagyöngyöt állítanak elő, melyet Gersli néven is ő, kerülhet a kereskedelembe. Az árpagyöngy felhasználása sokoldalú. Hazánkban főként levesbetétnek, kásának, köretnek használják, de rakott és töltött ételekbe, salátákba is egyaránt használható. Kálium, kálcium, magnézium és foszfor tartalma is jelentős. Továbbá tartalma is magas, ezért serkenti az emésztést. A legmagasabb vitamin és esványi anyag tartalmú gabalonféle. A, B1, B2, B6 és E vitamint, derezet, cinket és vasat is tartalmaz. A zab Méltatlanul van elhanyagolva a hazai táplálkozásban. Csupán csak egy százaléka kerül emberi fogyasztásra. Főleg állati takarmányozásra használják, pejhesítéssel dolgozzák fel. Az így előállított zabpehely könnyen emészhető, értékes tápanyagokat tartalmaz. Műzlik alapanyaga. A kukorica. Csemege változatát köretként, salátaként fogyasztjuk. Lisztjének rossz a sütőképessége. dolgozzák fel. Csírájából étolaj nyerhető. A kukorok, kukorica keményítőt a modern konyhában liszt helyett sűrítésre használják. A rizs Kelet-Ázsia legfontosabb gabona növénye hántolással és csiszolással dolgozzák fel. Általában főzve készítik el. Keményítője a kobonafélék között a legértékesebb. Lisztjét a gluténmentes diétában alkalmazzák. A köles Ázsiában és Afrikában az egyik fő táplálék. Általában kásaként fogyasztják. A moránt Gluténmentes diétába beilleszthető, hétköznapi elnevezése, disznóparei, fehér, je yeah, és zsírtartalma kiemelkedik a gabonák közül. Értékes vas, cink, magnézium és kálícium. 150-szer nagyobb, mint a tejben. Malomipari termékek. A gomonafélékből őrléssel, hántolással, puffasztással, pehjesítéssel, extrudálással állítják elő a malomipari termékeket. Örlemények A malomipar legfontosabb termékei a lisztek és a darák. A gabona őrlésével állítják elő. Hazánkban legkeresettebbek a búzaliszt és a rozliszt. De a kukoricalisztből, szójából, rizsből is készítenek liszteket. Az őrlés a tisztító, a aprító és osztályozó malomipari műveletek sorozata, Amelynek célja a szem két fő alkotójának, a héjnak és a magbelsőnek a lehető legtökéletesebb szétválasztása. A lisztet, lisztek minőségét meghatározó tényezők következők. Érzékszervi tulajdonságok: színét, a liszt színezékanyag tartalma, korpa tartalma, víztartalma, és szemcse nagysága határozza meg, szaga és íze a lisztre jellemző. Hamutartalom A liszt elégetése után az ásványi anyagok oxidok formájában a hamuban maradnak vissza. A hamutartalomból következtetni lehet a lisztben lévő helyrészek mennyiségére, vagyis a korpatartalomra. Minél magasabb a hamutartalom, annál sötétebb a liszt színe. Sütőipari érték A liszt sütőipari értékét a belőle készült tészta rugalmassága, nyújthatósága, vízfelvevő, gázfelvevő és gázvisszatartó képessége határozza meg. Ezek a tulajdonságok sikérképző fehérjék mennyiségétől és minőségétől függően változnak. A lisztek megnevezése Jelölése a lisztek megnevezésére, jelölésére betű és számélet vezettek be. A betűjel az alapanyagra, a szemcsönadtságra, a számok pedig a hamutartalomra vonatkozóan adnak felvilágosítást. BL55 például a Búza 100 anyagra vonatkozhatott hamutartalom 0,55 százalék. Tehát az 55-ös az azt jelenti, hogy 0,55 százalék hamutartalom BFF 55 búzeliszt, kétszerfogós, nagyobb szemcsenadságú. Jelentős lisztfajták és jelölésük. Ugye van a fehér kenyérliszt, BL80. Van a Graham-List. Graham-List, tehát az első a G az, az, az a graham utal, az L betű meg a listre Például van a GL200. Fölírom még egyszer, hogy jól látható legyen. Az azt jelenti, 0,2% hamu van benne. Búza rétes Van még a búza rétes BFF 55. Tönköly búza TBL 300. Világos rozsliszt, ugye RL 90. Barna, úgynevezett sötét rozsliszt, RL 125 teljes kiörlésű rozsliszt az nem más, mint az RL190. A homotartalom azt az ásványi anyag tartalmat jelöli, amely 900 fokos hőmérsékletű speciális kemencében történő két órás égetés után a lisztben marad. Lisztek fajtái A búza választéka a legnagyobb. A finom liszt apró szemcélzetű, sima lisztnek is nevezik. Alacsony a korpatartalma, ezért világos színű. Háztartások használják jelölése BL 55. Tehát a búzaliszt. A rétes liszt, tehát a fogós liszt. Pillanat, mindjárt megkeresem pont nincs olyan képen most. Tehát a rétes liszt, tehát egyenlő fogós liszt, a finom liszteknél nagyobb szemcseméretű, mert az őrlés során a sikérképző fehérjék kevésbé károsodnak. Kiváló például száraz tészták, rétesek készítéséhez. Jelölése B, F, F, 55. Ez a rétes liszt. Tehát a jelölése BFF55. Kenyérlisztek. Több hérész tartalmaznak, kenyérkészítéshez használják. A teljes kiörlésű lisztek a gobonoszem hérészét is tartalmazzák, ezért B-vitaminokban, ásványi anyagokban és rostanyagokban gazdagabbak. Rosz Fehér és barna változata ismert, jelölésük RL90 és RL125. Van még szója liszt. állítják elő, a szója olajtartalma magas, ezért először ezt el kell távolítani, és csak ezután őrölhető. Közel teljes értékű fehérjét tartalmaz, mennyisége 40-50 százalék. 1 kg szójaliszt tápértéke 12 liter tej tápértékének felel meg. Azon belül van még kukoricaliszt, sárga borsóliszt, zappehelyliszt és a rizsliszt. Jelentőségét az adja, hogy a gluténmentes diétában alkalmazhatóak. Az ezekből a lisztekből készült tészták több lazítószert igényelnek, és alacsonyabb hőfokon, de hosszabb ideig tart a sütésük. Tehát a kukoricaliszt, a sárga borsó liszt, a zappahely liszt és a rizs liszt gluténmentes diétában alkalmazható. 6 gabonás liszt, kenyérkoncentrátum, ami a háztartásokban használt kenyérsütőben alkalmaznak. Nézzük is meg akkor az őrlés mellék termékeit darák. Ugye a gabonákból előállított a lisztnél nagyobb szemcse méretű termékek. A búzadara jelölése AD színe sárga. Táplálkozástani jelentőségét az adja, hogy durva őrlés során az értékes csíra rész részben belekerül a termékbe. Legtöbbet forgalmazott a búzadara, tehát a gríz és a kukoricadara. A korpák a hántolás melléktermékei. termékei. Legkeresetebbek a búza, a rozs, a rizs és a zabkorpa. Biológiailag értékes tápanyagok. Magas a diétásos tartalmak. Gazdagok a B és az E vitaminokban. Számottevő a vas, a magnézium, a foszfor és a kálium tartalmuk. Vannak még ugye hántolt termékek. Gabonák külső héj részének a héj alatti ezüsthártyának, valamint a csírának, az eltávolításával előállított termékek. Különböző magféleségeknek, többnyire a rizsnek, külső, elfásodott, cellulóztartalmú héjet távolítják el. Úgy, hogy közben lehetőleg minél több szem éppen egészben maradjon. A helyi részek eltávolítása után a mag belső felületét sajátos műveletekkel, például fényezéssel, gömbölyisítéssel. Tetsz, tetszetősebbé teszik. Hántolt rizs. Fényezet vagy fényezetlen változatba kerül kereskedelmi forgalomba. Szénhidrát tartalma könnyebben és egyenletesebben szívódik fel, mint a burgonyáé. És a szervezet részről kevesebb inzulin szükséges a feldolgozásához. Vannak hosszú és gömbölyű szemű rizsfajták is. Hántolt árpa. Tarkummal fényesített termék ebből készül az árpagyöngy, melyet Gersli néven is forgalomba hoznak. A Gersli fogyasztása kedvezően hat a vércukor és a koleszterin szintre. Megnyugtatja az idegrendszert, és ő vizelethajtó hatása is ismert. Emellett növeli a szellemi és a fizikai teljesítő képességet. Immunrendszerre erősítő valamint hűtő hatása miatt Láscsillapító és bőre generáló hatású. Ez volt a hántort álfa. Tehát igen érdekes egyébként ez. Tehát növeli a szellemi és fizikai teljesítő képességét és immunrendszer erősítő hatása van. Hántolt búza. A búzagyöngy vagy a búzarizs néven a rizs pótanyagoként kerül forgalomba. Főzési tulajdonságai kevésbé kedvezőek, mint a rizsnek. Peljesített termékek A peljesítés során a gabonaszemeket főzik, majd hengerek között szétlapítják. Feladata, hogy a gabonaszemek belsébe lévő értékes vegyületeket, tápanyagokat feltárja, vagyis majd nagy mértékben javítsa az emészthetőséget. Pályheknek nevezzük a megfelelően tisztított hántolt gőzzel fertárt, majd hengerpárok közt szétnyomott és megszárított termékeket. Vannak még azon belül puffasztott termékek. Az eljárás során a gabona szem, a búza, rosz, kukorica térfogata, 8 vagy 10-szeresére duzzad, így jobb lesz az emészthetősége. A puffasztott áruk előállítása szintén gabonafélék zártérben való feltárásával, főzésével kezdődik. A szemekben ekkor nagy nyomás alakul ki, amely a főzőedény megnyitásával igyekszik kiegyenlítődni, ennek során pedig felfújja a gabona szemet. Gabona és a malomipari áruk bolti kezelése Raktározás A malomipari termékeket szellő, tiszta, raktártérben, erősszagot árasztó anyagoktól védve, azoktól távol kell elhelyezni. A jó szellőző tér azért fontos, mert így megelőzhető a befülledés. Csomagolás. A termékeket gyűjtő csomagolásban szállítják, amelyeket tiszta rakodólapra vagy alátétre kell helyezni, úgy, hogy a padlózattól legalább 10 cm magasságra, a faltól legalább 30 cm távolságra legyenek. Páratartalom. A legkedvezőbb, ugye a 65 és 70 százalékos páratartalom. Tehát 65 és 70 százalékos páratartalom a legkedvezőbb. Tehát ez a relatív páratartalom. Hőmérséklet, ugye a legideálisabb hőmérséklet tárolás során az a 15 és a 20 Celsius fok közötti. A páratartalom, amint már beszéltük ismétlésként, azért elmondom, tehát az legyen 60-70% között, Celsius fokban pedig 15 és 20 Celsius fok a legideálisabb a malomipari termékeknek. És nagyjából szerintem ennyi is lennem, Úgyhogy majd a következő videót folytatjuk a sütőipari termékekkel. Addig is további jó tanulást kívánok!